Kárez nem csak a vérnyomorától elsőrendű vádlott bűnös emberrablás büntetőnek. Ezt az ítéletet hozta a bíróság a kecskeméti törvényszéken ma délután Caversaccio Aurelio ügyében. Az egykori valóságshow győztes az ítélet lényege szerint még 2017. októberében egy bajai szórakozó helyen két küzdősportot űző barátjával együtt kérdőre vonta az ügy sértettjét, miszerint a férfi legalább 130 ezer forintot lopott Aureliótól. Mindeközben Lévai Krisztofert VV Aurelio többször megütötte, majd társaival együtt egy autóba tuszkolta. Azt a bűnömet én elismerem, hogy én felfokoztam ezt a srácot, én elismerem azt, hogy kirángattam, tízelesen kirángattam a kocsmából. Én kifejezetten azt is el szeretném mondani, hogy ez a srác ez nekem 12 éve közeli cimborám. Én ezt a gyereket ismerem, amióta az eszemet tudom. Én ezzel a gyerekkel együtt ittam, fociztam, együtt lógtam ott mindom. VV Aurelio elmondta, hogy az általa évek óta ismert Krisztoferrel olyan kapcsolatban voltak, hogy az eset előtt két nappal még vele osztotta meg lelki sérelmeit. A tárgyaláson kiderült, hogy miután El Krisztofert betuszkolták az autóba, nagymamája házához vitték, hiszen a sértett azt mondta, a pénz ott van elrejtve. Az ellopott összeg azonban mégsem volt a helyszínen, így VV Aurelio és társai elvitték Krisztofert egy újabb helyre, ahol aláírattak vele egy szerződést, melynek értelmében az ügy sértettje 180 ezer forintot kért kölcsön, amit majd részletekben törleszt vissza a valóságshow győztesnek. A tárgyalás ma délelőtt a perbeszédekkel kezdődött, ahol az ügyész 5 év börtönben letöltendő büntetést, illetve a korábbi drogügye miatt kiszabott 1 év 2 hónap leülését kérte Aurelióra. A büntetés kiszabás során irányadó középmérték 5 év. A büntetés kiszabás során értékelendő büntetés kiszabási körülményeket tekintve elsőrendű vádlott vonatkozásában enyhítő körülményt nem találtam, míg súlyosító körülménye büntetett előélete, a társtettesség, a csoportos elkövetés, illetve az, hogy más ügyben kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el ezt a bűncselekményt. A perbeszédeket követően a vádlottak is felszólalhattak az utolsó szó jogán. Aurelio azonban annyira átadta magát az érzelmeinek, hogy beszédek közben sírásban tört ki. Elnézést, hogy így ennyire kiborul kezem, de úgy gondolom, hogy ebben az 5 évben, amit sikeresen felépítettem, ezt egy 6 fős, 16-tól 20 éves társaságban sikeresen tönkre akarja tenni. VV Aurelio lelkileg olyan szinten összetört, hogy a délutáni ítélet hirdetésen már nem jelent meg. A bíróság végül első fokon bűnösnek találta a valóságshow nyertesét, és 4 év börtönre ítélték. Emellett 3 évre eltiltották a közügyektől, és legkorábban büntetése 2/3 letöltése után szabadulhat. Aurelio ügyvédje fellebbezést nyújtott be az ítélettel szemben. A másodrendű vádlott társtettesként 2 év 6 hónap szabadságvesztést kapott.